Az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület alapítója Salamon Gabriela nyáron is szervez túrákat a biatorbágyiaknak és a környékbelieknek. Minek a részét képezik ezek a nyári túrák? Egész évben vannak túrák, majdnem 100 túra egy évben itt Biatorbágyon, ami a biatorbágyi családoknak, lakosoknak szól, meg természetesen a környékről is sokan érkeznek, és amikor beköszönt a nyári szünet, akkor ilyen több generációs túrákra váltunk át, hiszen nyári szünetben nagyon sokszor otthon vannak a gyerekek, nagyszülők felügyelik őket, ezért ezek a túrák nyáron igazából úgy is mondhatni, hogy a csúcspontjai az egész évnek, hiszen ilyenkor nagyszülők, szülők, gyerekek, kamaszok, tehát minden korosztály találkozik, és ez egy nagyon erős családi, kohéziós erő, amikor együtt tudnak lenni a családon belüli generációk. Ez egy erős közösségépítő, hatású program, és ugyanúgy megtartja tulajdonképpen azt a jellegét, amiről az egész év szól, tehát egy életmódváltásra ösztönző rekreációs programsorozat. És hogyan épülnek fel az útvonalak? Biatorbágy és környékén, a Budakeszi járásban szervezem ezeket a túrákat, és most egy picit messzebbre megyünk. Az egyik a Zsámbéki túra, ami a Romtemplomtól indul. A Csergezenpál kilátót nagyon sok család ismeri már. Itt a cél az, hogy egy olyan útvonalon viszem fel a családokat, amit kevesebben ismernek. Egy nagyon izgalmas túra a Budajenőről induló eldugott pihenőhely, ami egy olyan útvonal, ami nem jelzett turista útvonalon halad, ezért nehéz megtalálni, viszont egy nagyon szép panorámával rendelkező kis pihenőhely. Azt gondolom, hogy ez önmagában egy izgalmas kirándulás. És a pilisi túra kamaszokkal, ez pedig célzottan a kamasz korosztálynak szól, és itt is izgalmas helyeket látogatunk meg. Csenga kilátót, akkor egy sziklakilátó és még egy barlang is útba esik itt. A természetben való rendszeres mozgással az embereknek az életminősége javul, ugyanis az életminőség az nem anyagi természetű, hanem az egészségen alapszik. Ezt mindenki megtapasztalhatja magán, hogyha rendszeresen vesz részt ezeken a túrákon, akkor egy sokkal jobb mentális egészséget és fizikai állapotot tud elérni.